hittem, hogy szendvicset készítesz. Igen, meg hoztam hozzá pasztát is, igen, hogy belenyomjuk a szendvicshez. Tésztapaszta. Tésztapaszta és hűtőpaszta. Jó, tehát mi lesz ebből valójában? Mire jó ez a... Dunszkötés fogunk készíteni, képzeld. Tehát egy sérülés után, egy akut sérülés után, mondjuk egy bokasérülése után, nézzük meg, hogy akkor... Egy ödémás, bedagadt bokát, belilult, hogyan húzzunk le, hogyha az orvos megállapította, hogy csak húzódás, vagy részleges szakadás, akkor észre, hogy lássuk el. Ez a pasztapúlos krém, ez öreg anyáink ugye használtak káposztát erre a dunszkötésre, de mi egy sokkal modernebb, sokkal jobb, hatékonyabb krémet fogunk, ezt a pasztapúlt. Általában nem nagyon ismerik, ugye? Neked van otthon? Van. Használtad valaha? Nem. Szerencsére nem volt rá szükség. De hát ne is legyen. Tudod, hogy mire való? Hát azt is mindjárt megtudjuk, ugye? Tehát nem. Van otthon, de nem tudod. Látod, hányan vannak itt? Körbe bekenjük, ez egy ilyen agyagos, mentolos krém. Majd fogunk és rátekerünk egy nedves ruhát. Egy nedves kis törölközőt. Fontos, hogy csavarjuk ki, tehát ne kocsogjon a vízbe, ezt körbe tekertük. Igen. Na, ezután jön a folpak, hogyha megtalálom a végét. És akkor ezzel fogjuk körbe tekelni, hogy egy... Krémmentesen. Van, igen, hogy az éjszaka tudjon dolgozni ez a krém. Ezt bezárjuk. Igen. Szendvicset becsomagoltuk, ugye? Na, akkor mégiscsak jól éreztem, hogy itt valami szendvics készül. És aztán jön a fásti, vagy egy száraz ruha, a végére ezt be kell zárnunk, ahogy a befettes lekvárokat is ugye dunszba tesszük. Igen. Itt is egy dunszba a végén egy száraz kötés fog következni. Azért jó a fásti, mert éjszaka nem fog úgy letekeredni, vagy nem hagyod el. Ha nincs polpak a nyaraláson, akkor sima nájlonzacskót is használhatunk. Szóval. És körbe tekerjük. És éjszakára felpolcolod természetesen. 7-8 órát hagyod dolgozni, és reggel szépen leveszed, és le is mosod ezt a krém maradványt. És ez minden éjszaka, vagy pedig ezért? Nem, a bőrünket azért kikezdheti, ha minden éjszakára dunszba teszünk, tehát 2 naponta addig, amíg ez a duzzanat van, használhatjuk ezt a pakolást. Szuper, hát ne legyen rá szükség, de köszönjük szépen, hasznos tanácsokat. Szívesen, sziasztok!